Még egy kis türelemre van szükség, ezt mondta Daria Kisić-Tepavčević, járványügyi szakember, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese a szerbiai RTV műsorában. Ezen a hétvégén vezették be a leghosszabb 3,5 napos kijárási tilalmat, de ez még nem elég. Véleménye szerint ugyanis szükség lehet rá, hogy a következő hétvégén is bevezessék a korlátozást. Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy milyen hosszú lesz az előttünk álló hétvégén a kijárási tilalom. Daria Kisić-Tepavčević úgy véli, korai még a járvány végét emlegetni, egyelőre még szükség van az emberek türelmére. Nije popularno da se kaže, ali sa stručnog aspekta i sljedeći vikend je nama ključan. Koliko je tačno će da bude taj period, ne bi znala u ovom momentu da nam kažem, ali vidimo zaista kraj, navikli smo se na ovaj virus, to je već izvesno i treba da budemo strpljivi još malo. Broji se u danima. Az első negatív koronavírus teszt után házi izolációba kerülhetnek a hagyományos vagy ideiglenes kórházakban tartózkodó, korábban pozitív teszteredménnyel rendelkező személyek, így döntött a köztársasági válságtörzs. Ez azt jelenti, hogy ha az első ellenőrző teszt negatív lett, otthoni izolációba kerül a korábbi fertőzött, magyarázta Daria Kisić-Tepavčević járványügyi szakember. A Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese elmondta, a második koronavírus tesztet is elvégzik, de majd csak a 14 napos önizoláció után. I dalje su dva negativna nalaza, nešto što je pokazatelj da osoba je ozdravila. Međutim, imajući u vidu da su i neka istraživanja pokazala da i nakon dva negativna uzastopna nalaza može da traje to vironoštvo i da je zato i suština u dve te naknadne nedelje samoizolacije u kućnim uslovima koje se i u ovom momentu sprovodi, onda smo samo dinamiku malo promenjali. Znači, jedan negativan test plus dve nedelje samoizolacije, pa onda sledeće ponovo i testiranje. A járványügyi szakember elmondta még, bár az új fertőzöttek száma továbbra is magas, azt ki kell hangsúlyozni, hogy mivel több embert tesztelnek, természetes, hogy több új esetre is fény derül. Az a fontos, hogy az utóbbi időben emelkedett azoknak a fertőzötteknek a száma, akik enyhe tünetekkel rendelkeznek, vagy nincsenek tüneteik, és ezzel egy időben kevesebb a lélegeztetőgépre szoruló beteg is.